Itt vagyunk Óbudának a Car Classics Hungary műhelyében, nagyon jó barátaim, és hát elég sok modern autót szervizelnek, amellett, hogy régi autókat is újítanak fel. És hát összeraktak itt a srácok egy egész jó kis szemléltető táblát, amelyet meg, tudom nektek mutatni, hogy egyrészt mi az üzemanyag útja egy mai modern autóban. Megnézzük, hogy mit okoz az a kokszosodás, amit már az előző epizódban láthattatok, amiről Andrással beszéltünk illetve miért fontos az, hogy jól legyen adalékolva ez az új üzemanyag. A következő részben majd mérünk is teljesítményt, és megnézzük, hogy megmutatjuk, hogy mi a különbség a main grade és a premium üzemanyagok között. Na de, térjünk vissza ez az asztalhoz. Ugye az autók befecskendező rendszere, így most kiterítve egyszerű, de hogyha belegondolunk, akkor láthatjuk, hogy elég sok alkatrész precíz összehangolt munkájára van szükség ahhoz, hogy az üzemanyag tökéletesen elégjen az égéstérben, és ebből aztán az energiából mi előre tudjunk haladni. Itt van a képletesen értve természetesen az tankunk, amiben beletankoltuk a benzinünket, vagy a gázolajunkat, illetve az üzemanyagunkat. Itt van egy üzemanyagszivattyú, itt bejön az üzemanyag, itt kimegy, ide megérkezik, és ezeken a csöveken keresztül elérünk a nyomásszabályzó szelepekig, ahonnan, ugye ahol egyrészt szabályozva van a nyomásuk, itt még nem történt nagyjából az üzemanyaggal semmi, csak méri az autórendszer a hőmérsékletet, illetve szabályoz az üzemanyagnyomást, aztán elérünk itt az injektor hídig, ahol is ezekkel a, ezeken a befecskendezőkön keresztül, és itt már azért, mert mindjárt mutatunk dolgot, ezeken a befecskendezőkön keresztül, ugye ez itt egy darab befecskendező, fecskendezőbe a precízen számítógéppel vezérelt euh, vezérlőnk az üzemanyagot, akár több fázisban is, mikroszkopikus nagyságú befecskendező euh, lyukakon keresztül, vagy portokon keresztül az égés térbe, ahol aztán a gyújtó, trafó, által vezérelt gyújtó gyertya meggyújtja a kellő időben, akár többször is, illetve több ponton. Na most, ugye ahogy András említette, a main grade üzemanyagot, hogyha hát hónapnál tovább tároljuk, akkor azért ki tudnak belőle csapódni ezek a biokomponensek, amelyek rossz, hát finoman fejeztem ki magam, mondjuk nem szereti őket, ez a sok kis apró mikronnyi kis lyukacskait, hogy hétköznapi nyelven mondjam, a befecskendezőben, viszont, hogyha egy vagy kettő eldugul, akkor a befecskendezési kép, ami ugye azért fontos, hogy a keverék minél homogénabb legyen az üzemanyag, levegő keverék és tökéletesebben égjen el az égés térben, amitől a keverék nem lesz homogén, ekkor tud ugye a direkt befecskendezéses motoroknál fellépni egyrészt az a kellemetlen dolog, hogy tűszerűen fecskendez be a befecskendező, hiszen próbál ugyanannyi üzemanyagot kevesebb helyen átpasszírozni, mint amire gyárilag tervezve van, ezért lokálisan fecskendez be többet ugyanarra a helyre, és képes így átégetni a dugattyú tetőt. Erre rájöttek aztán a gyártók is, és rájöttek arra is, hogy bizony a kokszosodás, amit már annyit emlegettünk, és amely jellemzően a szívószelepeken alakul ki. Nézzétek csak ezt a gyönyörűen kokszos szívószelepet. Ez is ugye annak köszönhető, hogy nem mossa a szívócsőbe fecskendezett, hiszen direkt befecskendezünk az égéstérbe, a szívócsőbe fecskendezett üzemanyag nem mossa úgymond ezeket a szelepeket, ezért ezeken a szelepeken kialakul ez a Vidia kemény koksz, és nem tudnak kellőképpen visszazárni a helyükre, a szelepülékbe, ezért kompresszióvesztés lép föl az adott hengerben, ami égéskimaradással, teljesítményvesztéssel jár, illetve egy egész komoly motor generálhoz is vezethet, és emiatt a mai, mai modern motorok többsége, Szívócső, illetve direkt befecskendezéssel is rendelkezik. Nyilván e, használattól függően e, változtatja vagy szabályozza ezt a motorvezérlő. Ezért nagyon fontos, hogy úgy legyen adalékolva az új üzemanyag, hogy kellőképpen mossa a szívószelepeket, és ne lépjen föl. Ez, amit itt láttok, mert ez minden direkt befecskendezés motor rákfenéje. Nézzétek meg, hogy néz ki ez a dugattyú is csupa korom, csupa lerakódás, pedig ez egy, ez egy nagyon drága, nagyon prémium autónak a dugattyúja. Na hát ezen nem mindegy. Ezen nem mindegy, hogy hogyan adalékoljuk ezt az üzemanyagot, miért tankoljunk néha prémium üzemanyagot, mert ugye abban, ahogy azt tudjuk Andrástól, nincs annyi biokomponens, illetve így előzhetjük meg talán azt, hogy tönkre menjen egyszerűen az autónk motorja, és egy meglehetősen drága felújításba fussunk bele. Szóval ez tökéletesen e, mutatja azt, amit, hogy amit az egyik oldalon a motorfejlesztő mérnökök precíz e, munkával elértek, azt a másik oldalon okvetlenül követnie kell ugye az üzemanyag technológiának is, és hát e, valahol talán ez is indokolta azt, és ezt tudjuk Andrástól nagyon jó, ez is indokolta azt, hogy a MOL kijött ezekkel az új üzemanyagokkal. Én bízom bennük nagyon, majd az idő megmondja, hogy ezek az új adalékok, ezek mennyire előzik meg ezt a kellemetlen és méregdrága jel jelenséget, de az biztos, hogy itt ez a történet még nem ért véget, mert azon a garázsájtón nem sokára kijön egy 911-es Porsche, amely meglehetősen érzékeny az üzemanyag minőségére, és meg fogjuk mérni, hogy mi a különbség a main grade, illetve a prémium üzemanyag között, hogy tényleg annyival jobb-e, amennyivel mondják. Ezeknek a befecskendező injektoroknak a minél szebb porlasztási képe legyen, ehhez persze nagyban hozzájárul az üzemanyag minősége is, hiszen minél tökéletesebb az égés, annál alacsonyabb lesz a fogyasztás is, hiszen adott teljesítményhez nem kell annyi üzemanyagot befecskendezni, magyarán a motor meglehetősen szegény keverékkel tud üzemelni. És hát a mai modern motoroknál egy kiemelt fontosságú dolog az, hogy a fogyasztás az, az legyen alacsony, ennek következményeként nyilván alacsony lesz a károsanyag kibocsátása is, és így leszünk zöldebbek, úgyhogy a belső égésű technológiát használjuk. Ez egy gyönyörű szép csapatmunka, a motor meg az üzemanyag között. Ha ez nincs betartva, vagy ez nincs meg, akkor ott előbb-utóbb valami nem fog jól elsülni. Ez ilyen, amikor nem sül el jó. Ezzel még például egy remek lyuk kamerát lehet belőle csinálni. És nézd meg, milyen gyönyörűen megolvad minden. Ennek már lefőtt a kávé. Az örök élet meg egy nappó. ez az egy nap, az így néz ki a végén. Nagyon figyeljünk oda, hogy mit tankolunk, meg hogyan.